Egy jászteleki tett bejelentést a rendőrségen, hogy március 13-ára víradó éjszaka valaki ellopta a háza előtt álló kocsiját. Igaz, abban benne volt az indító kulcs is. Még aznap Jászapátiról is érkezett bejelentés, hogy egy balesetet szenvedett autós a járművét az utcán hátrahagyva távozott a helyszínről. A rendőrök gyorsan megállapították, hogy az ellopott jármű azonos a hátrahagyottal. Az adatgyűjtés után hamar megtalálták a 25 éves feltételezett Jász Jákóhalmai elkövetőt. Március 14-én és 15-én kétszer is betörtek egy jászak. Páti kertészetben, ahonnan tujákat és rózsatöveket loptak. A rendőrök mindkét esetben néhány óra alatt elfogták a feltételezett elkövetőket. A Jászberényi rendőrkapitányság lopásbüntet elkövetése miatt folytatja az eljárásokat.